Mesztelenülből már többször kiderült, hogy kedvenc sportolóink igazi állatbarátok, legyen szó kézilabdázókról, vízilabdázókról, vagy éppen focistákról. Talán sokan emlékeznek arra is, hogy tavaly a Szegedi Tappancs Állatvédő Alapítvány a tiszapartiak pólósaival készített egy jótékonysági naptárt. Az akció sikeres volt, az együttes tagjairól készült fali naptár kelendő volt. Sőt, Dekker Ádám és felesége nem csak pózolt, hanem a menhelyről egy kutyust is örökbefogadott. Szerintem még mindig sokan ózkodnak attól, hogy örökbefogadjanak, illetve kevesen tudják azt, hogy milyen lehetőség, vagy milyen egyszerűen örökbe lehet fogadni egy kutyust. Úgyhogy akár ebben a naptárral, akár egy-egy újságcikkel, bármivel, hogyha kicsit föl tudjuk hívni az emberek figyelmét, hogy lám, akár sportolók is foglalkoznak ebben a témával, akkor lehet, hogy közelebb kerül a mindennapokba ez a téma. Idén a PIK Szeged csapatát kereste meg a Tappancs, így jó hír a drukkereknek, hogy 2014-ben vadkertiek szerepelnek árvacicákkal és kutyusokkal a naptáron. Stábunk megleste a rendhagyó fotózást, melynek helyszíne a Rókusi vasútállomás egyik Esztergom műhelye volt. A jótékonysági naptárral a gazdátlan állatokra és a menhelyek sanyarú sorsára próbálják felhívni a szervezők a figyelmet. A legfontosabb cél, hogy megfelelő otthon találjanak nekik. Felelős állattartásról mi már évek óta iskolai előadásokat tartunk, tehát ezt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek is tisztában legyenek azzal, hogy nem csak arról szól a dolog, hogy most játszok vele 5 percet, és akkor a kölyök kutya az addig aranyos, hanem sajnos felnőttnek ezek a kutyák, és nagyon sokszor azzal szembesülünk, hogy a családok egy év múlva hozzák vissza a kutyát, és ez nem ritka sajnos. Pontosan ezért nincs most házi állata Nikó Mindegiának, pedig imádja a macskákat, melyek boldogabbá tették spanyol mindennapjait. I have no time in... Tudod, nincsen nagyon időm, mert rengeteg utazás miatt egyedül vagyok nagyon sokat. A kis állatoknak pedig nagyon sok gondoskodásra van szükségük, olyanok, mint a gyerekek. Roberto Garcia Parondo is imádja a házi kedvenceket, családtagként tekint rájuk, és gyermekeit is magával hozta a fotózásra. There are many people that... Régebben sok ember, akinek volt kutyája, de megunta szegény állatokat, vagy nem volt ideje vele foglalkozni, egyszerűen az utcán hagyta őket. Hál' Istennek az utóbbi években megfordult ez a tendencia, és ezeket az elhagyott állatokat inkább menhelyre viszik, ahol azért mégis jobb nekik, mint az utcán. Marco Krivokapicsnak korábban újfullandi kutyusa volt szüleinél Zentán, most Golden Retriever vigyáz a házra, így nem meglepő, hogy a fotózáson is egy nagy testű ebet Ádit választotta ki. A PIK másodedzője is szívesen vállalta a jótékony szereplést, és okulva a jó külföldi példából nagyon fontosnak tartja a hazai állatmenhelyek minél jobb működését. Spanyolországban rengeteget figyelnek oda az ilyen dolgokra, az otthagyott kutyákon, az otthagyott állatokon, és örülök neki, hogy meg tudtam csinálni ezt, és segíteni nekik. Zubai Szabolcs szerint a kutyusoknak kínzás a négy fal közötti élet, szerinte igazából egy kertesház ideális kutyatartásra, ezért sincs saját ebe jelenleg. Most per pillanat otthon édesanyáméknek 2 Golden Retrieverünk van, egy 4 éves talán, meg egy 6 hónapos, tehát az egyik még nagyon pici, úgyhogy mindig nagyon szoktam várni a családomat, hogy jöjjenek, és akkor hozzák a 2 kutyát, és mindig elő van adva anyának, hogyha nem hoztak kutyát, nem jöhettek, tehát tudják, hogyha jönnek, kutya kell. Balogh Zsolt és Tóth Mihály viszont büszkélkedhet házi kedvencekkel. Kutyám nincsen még egy ok miatt, nem kertes házban lakok, és nem akarom szegényt lakásba vinni, egy szép macskám van nekem. Szlovákiában van egy Jack Russell kiskutya, és a barátnőmnek van egy vadászgörénye. Hajrá Szeged! Jó hír, hogy a Szeged spanyol sztárjai nem csak a menhelyi állatokkal, hanem a magyar nyelvvel is egyre jobban megbarátkoznak, így egyáltalán nem lepődnénk meg, ha Roberto hamarosan magyarul nyilatkozna a sportklubnak. Köszönöm! Szívesen! Halló! Szia! Egy hosszú kávé, preso teje, melék. Nem is tudom, egy 50-60 szót még, de nem emlékszem mindegyikre. Cat. Cica. A dog. Kutya.